Sie wohnt in Wien, also Mondatung. Wo wohnt sie? Sie wohnt in Wien. Wer wohnt in Wien? Sie wohnt in Wien. Ich, Danny, komolyan. Maria tanzt Walzer von Johann Strauss, a kérdésem hozzá. Wer tanzt Walzer von Johann Strauss? Wer? Wer tanzt Walzer von Maria? Maria, Maria okay. Was tanzt Maria? Walzer. Aha. Von Tanzt wem? Walzer. Walzer von Maria. Johann Strauss. Ja. Ich liebe die Kneipen, also Mundartung. Wer liebt die Kneipen? Ich liebe die Kneipe. Was liebst du? Die Kneipe. Die Kneipen. Ivi, el nem tudom mondani, hogy milyen csodálatos dolog, amit csináltál. Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon sokan vannak, akik hosszú-hosszú időt tanulnak, és ez a könnyedség egy ilyen mini párbeszédben nincs meg náluk, mert egyszerűen nem erre, nem ezt tanulták, nem így tanulták. És most még belátom, hogy csak ezeket a mondatokat tudod. Ezt, mint a kis papagáj. De lásd, hogy a rengeteg ismétléstől olyan automatizmusok születnek meg benned, hogy nagyon kis erőfeszítés kell majd ahhoz, hogy itt bármilyen alkatrészt kicseréljünk a saját beszélői szándékunk szerint, mert nem fog már gondot okozni, hogy wer, meg wo, meg wie, mert ez alap. Hallgass meg majd az első óránkat, hogy 3 óra alatt hova jutottál. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, Vivi. Köszönöm.